Egyedülálló showval 21 év után tért vissza a Rally Zalaegerszegre. A versenyzők 8 gyorsasági szakaszt teljesítettek a belvárosban és a Zalazón járműipari tesztpályán. Mindkét helyszín más-más élményt kínált a látogatóknak. Épületek között is száguldottak a rali versenyzők vasárnap. Ez a fajta attrakció Magyarországon ritkaságnak számít, így még közelebbről, a kijelölt pontokról szemlélhették a futamot az érdeklődők. Szeretnénk egy kicsit test közelbe hozni a rallit és a versenyautókat az emberekhez. Bevisszük a városba, ugye csinálunk egy városi gyorsági szakaszt, tehát aki bent él a városban, az test közelből meg tudja tapasztalni ezt a fantasztikus érzést. Azért az már most is látszódik, hogy a rally egy rendkívül népszerű sport Magyarországon, technikai sportok közül talán ennek van a legnagyobb tábora. A szervezők vezetéstechnikai tréningre, valamint motoros és szlalom versenyre várták a vállalkozó kedvűeket. Emellett közlekedésbiztonsági napot tartottak. 200 motoros nem sokkal arrébb tőlünk, ugye úgynevezett motosafety oktatáson vett részt, ahol rendőrmotorosok, illetve maguk az oktató kollégák a hétköznapi szituációkban elérhető dolgokra tanítják meg őket. Tehát azt gondolom, hogy nagyon komplex rendezvény. A show elemet meg egy kicsit talán az adja, hogy ez így mind egybe, egy helyen egyszerre elérhető. Tehát ha kijön valaki a családjával, aki a rallyt szereti nézni, a gyerek is megtalálja a kedvencét, de akár maga az, hogy körbenézhetünk a mérnök. A futamokon a Zone RX csapata is bemutatkozott. Répási Róberték az úgynevezett rallycrossban érdekeltek, ám a hazai környezet miatt kipróbálták az alkalmi pályát. Mi egy kis, úgymond a hazai rendezvényre, a hazai nézők és a zalaegerszegi barátok, ismerős, a szponzorok miatt látogattunk ide ki, egy kis kirándulás, egy buli futam volt tulajdonképpen az egész. Sajnos így a végét egy kis technikai malőr ez árnyékot vetett rá, de azt gondolom, hogy összességében egy nagyon-nagyon jó napnak nézhetünk mögé, hiszen ez mindenki megtalálta a számítását, jól éreztük magunkat, autóztunk egyet, voltak lehetőségek beülni egy versenyautóba, mindenki nagyon élvezte a napot. Az abszolút győztesét a Zalaegerszeg Rally Show-nak a Herzig Norbert Ferenc Ramon 2-es. A show mellett a versenyzésre is nagy hangsúlyt fektettek. Abszolút kategóriában Herzig Norberték győzedelmeskedtek. Az elejétől kezdve végig élveztük az egész versenyzést, és számunkra van egy olyan pozitívuma is, hogy a következő RB futam, ahol mi részt veszünk Csehországba augusztus végén, lesz egy olyan városi gyorsági szakasz, ami nagyon-nagyon erre hasonlít, amin itt most részt vettünk. Úgyhogy ez egy külön öröm számunkra, és nagyon jó teszt volt arra a versenyre. Az első zalaegerszegi rally show ünnepélyes díjátadóval zárult.